Jó estét kívánok ismét! Mozogtak a csillárok, összetörtek a poharak, sőt volt, ahol még a ház fala is megrepett. Magyarországon is érezni lehetett az újabb hatalmas horvát földrengést. Pécset ki kellett üríteni egy áruházat, megrongálódott egy kémény, sokan kiruhantak a házakból, annyira megijedtek. Percek alatt rengeteg videót készítettek az emberek, volt, ahol az akváriumból még a víz is kiömlött. Szakemberek szerint még lehetnek utórengések. Mondom, mi a franc ringat hallod, és mozog a ház, és látom. Gyűlök a kanapja, oda néz. Karácsonyfán is a díszek. Földrengés rázta meg kedden dél körül az országot. A csillár így pörgött, azt hittem bágyült valaki a szobába, hogy a ézét fővette a... Vagy hogy mi történt velem? Mondom, annyira szédülök. Azt akkor láttam, hogy esik le a váza. Azt akkor felugrottam, elkaptam, akkor láttam, hogy így pörög a csillár. Mozogtak a csillárok, többen videóra is vették, hogy mi történt. Nézd oda, minden össze-vissza mozog. Jesszus! Ebből az akváriumból még a víz is kiömlött. És most már legalább 2 perc telt el. Hétfőn egy 5,2-es erősségű előföldrengés rázta meg Horvátországot, amit szintén lehetett érezni több magyar településen is. A mostani földrengés azonban sokkal erősebb volt, 6,3-es, ami már erősnek számít. Leestek a poharak, 2-3 pohár összetört, illetve a páratlanítóm is leesett a földre. Az egész országban lehetett érezni, még Budapesten is. Pécsen viszont olyan erős volt, hogy még az áruházból is kirohantak az emberek. Gyorsan kimentünk az épületből, úgy, ahogy vagyunk egy szápolóba, és konkrétan ennyit éreztünk, de addigra már kint volt mindenki. Tehát akkor már kiszavartak az áruházból mindenkit. Főleg az ország nyugati és déli részén érezték a rengéseket, a Balatonnál, Keszthelyen és Szombathelyen is. Ennek a 10 emeletes panelháznak a lakói is nagyon megijedtek. 12 óra 21 perckor, amikor a liftajtók is mozogtak, sőt a csillárok bent a lakásba, és éreztük, hogy a föld alattunk, hogy remeg. Hát őszintén ezek a fotelban ültem, és így elkezdett így mozogni, ringatozni alattam, meg fönn a plafonon a csillár az is imbalozott egy picit. Csak pár percig tartott az egész, de így is több épületben keletkezett kisebb kár. Pécsen egy kémény is leomlott, a tűzoltók próbálták helyreállítani a károkat, Kecskeméten pedig kiürítették a városházát a rengések miatt. Horvátországban viszont súlyosabb a helyzet, épületek dőltek össze, többen pedig súlyosan megsérültek, egy gyerek pedig meghalt. A rengés epicentruma a horvátországi Petrinja közelében volt, Zágrábtól 40 kilométerre. Ez a település a magyar határhoz is viszonylag közel van, körülbelül 100 kilométerre. Ezért lehetett érezni Magyarország több pontján is a rengéseket. A szakemberek szerint további utórengések is várhatók.